Februártól novemberig Dabasról a Reac hívása helyett a Maldív-szigetekre igazolt a legendás Simon Tibor keresztfia, a futball családból való 22 éves Csordás Simon, aki Kis László vezetőedző csapata, az a Victory SC-hez került, s rúgja is már a gólokat. A fiatal játékost kapcsoljuk most a Maldív-szigeteken. Szia Simon, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hogy érzed magad az itteni, az itthoni hideg után most a pálmafák alatt? Nagyon érdekes volt, már egyből 30 fokba csöppentem. A hőérzet egyébként sokkal nagyobb, ilyen 37 fok körül van, úgyhogy nagyon nehéz volt az elején, meg még most is nehéz hozzászokni, de úgy érzem, hogy egyre jobban bírom. Úgyhogy természetesen sokkal jobban melegbe lenni, mint a hidegbe, úgyhogy valószínűleg ezzel nem lesz probléma. Nehéz volt az átállás egy teljesen más kultúrába és egy teljesen más futballvilágba? Mi ment a legnehezebben? Nehéznek mondanám. 4 óra eltolódás van pluszba. Az elején az alvás is nehezen ment, úgyhogy ezt mindenképp nehéznek mondanám. Nehéznek mondanám még azt, ugye nyilván a meleget, hogy sokkal melegebb van, műfőben edzünk, úgyhogy ez is egy kicsit nehezíti, de nem szeretnék panaszkodni, mert nagyon jó helyen vagyok, úgyhogy a kezdeti nehézségek után úgy érzem, hogy minden rendben van. És tetszik-e a korai kelés? A korai keléssel nincsen gond, otthon is rengetegszer keltem korán, úgyhogy ez nem okoz problémát, ma is edzés volt reggel 8-kor, otthon idő szerint az szerintem 4 óra, úgyhogy nem okoz problémát, focizhatok, úgyhogy nagyon megbecsülöm, hogy itt lehetek, és hogy csak a futballal foglalkozhatok. Miért és hogyan szemelt ki téged Kis László, a legendás Miniman Otti? Mit kedvel a játékodban? Kis László ugye édesapádnak is volt már edzője annak idején. Így van, édesapámnak is volt edzője. Mi ketten egymást a mesterrel pár éve ismerjük egymást. Másfél év ezelőtt volt egy beszélgetésünk, amikor ő még kint dolgozott, hogy lenne kedvem kiigazolni a Maldív-szigetekre. Akkor sajnos ez meghiúsult különböző okok miatt, de most február elején volt egy beszélgetésünk megint, és ez annyira konkrét volt, hogy minden vágyom az volt, hogy a mesterrel dolgozhassak, és az csak egy plusz, hogy ez a Maldív-szigeteken. Értelek, tehát elsősorban a mester motivált téged, hogyha a mester az Antarktiszon, vagy Grönlandon, vagy Kanadában lenne edző, és hívott volna, akkor mentél volna oda, az csak másodlagos, hogy ottan pálmafák vannak, meg jó idő, meg ráják közt úszkálhatsz. Így van, ez csak másodlagos, nyilván azért ez is döntően befolyásolt, de elsősorban az volt a legfontosabb, hogy a mesterrel dolgozhassak, mert az ő mottoja az, hogy munka, 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 kemény munka, és én is ezt megtanultam a testvéremtől pár évvel ezelőtt, úgyhogy mindenképpen egy ilyen edzővel szerettem olyan dolgozni, akivel közösek a motivációnk. Egyébként a mester segít, hogyan segít a beilleszkedésben téged? Ahogy nézem az eddigieket, a góllövésben biztos, hogy tudott tanácsot adni, mert a csapat góljait eddig te szerezted. Mindenképpen segít, természetesen kevesen vagyunk itt magyarok, úgyhogy próbálunk összetartani és segíteni egymást. Kint van egyébként a mesternek a fia is, Kis Csaba, akinek sokat köszönhetek. Ő is rengeteget segít, de egyébként külön gyakorlások, rengeteg taktikai értekezlet van külön velem is négy szem közt. Legutóbb vasárnap a parton volt a homokban egy-két taktikai utasítás, hogy mire figyeljek. Úgyhogy rengeteget segít a mester, nagyon hálás vagyok neki, és megpróbálok mindent megtenni azért, hogy ne hozzak rá szégyent itt. A parton, a homokba, ez nagyon jó, mert hogyha a homokba rajzolja a mester a taktikai utasításokat, akkor azt utána a szél elviszi, és a kémek pedig nem tudják megszerezni az ellenfelek, igaz? Így van. Nagyon titkosított. Milyen a csapat egyébként, a Victory, erősebb, mint a Dabasi gárdád volt? Hát összehasonlítani nem szeretnék, mert kevés ideje vagyok itt,
meg inkább azt mondanám, hogy ez másabb itt. Egy fiatal csapatunk van, akik gyorsak, agresszívak és nagyon motiváltak, úgyhogy egy nagyon jó közösségbe csöppentem. 4 légiós lehet egy csapatban, egész jó játékosok vannak. Van egy spanyol belső védő, aki az ázsiai bajnokok ligájában is játszott, van még egy spanyol támadó, meg egy brazil irányító, úgyhogy nagyon jó kis csapatunk van, bár a kezdés az nem sikerült úgy, ahogy szerettük volna, de igazából, amit a mester is szokott mondani, hogy a kemény munka az kifizetődni fog. 2 vereséggel indultatok, de ahogy ezt említettem, mindkét esetben neked sikerült gólt szerezni. Az már látszik, hogy akkor gól felelős leszel, és azzá kell válnod egész szezonban? Mielőtt kijöttem volna, a mester már mondta, hogy itt példaképnek kell lenni, itt húzni kell a csapatot. Természetesen sikerült gólokat szerezni, bár az első gól az érdekes volt, mert egy pontrugás után egyszerre értem oda a védővel, de a helyi portálok meg a hivatalos szövetség is nekem adta a gólt, úgyhogy nyilván az a cél, hogy gólokat szerezzek, de a legfontosabb az, hogy a csapat nyerjen, mert akkor lesz itt minden rendben, akkor fogjuk tudni a focin kívül is jól érezni magunkat, hogyha nyerjük a meccseket, és ez is a legfontosabb egyébként. Mi a cél egyébként ebben a szezonban a Victory SC-nél, ami miatt Kislászló visszatért, és ami miatt te is ott vagy? Hova kell a bajnokságban odaérni és eljutni ezzel a kerettel, ezzel a csapattal? Jelenleg 8 csapat van. Van 2-3 csapat, aki kiemelkedik. A héten egyébként az Ázsia kupában is játszik a legjobbnak vélt csapat, a New Radiant. Én azt mondom, hogy akikkel eddig játszottunk játékban, sokkal jobbak voltunk, mind a 2 szervezettünk is. Úgyhogy én azt mondom, hogy jó csapatunk van. A célunk az, hogy bekerüljünk a legjobb 6-ba, és utána folytatódik egy Premier Liga nevezetű ilyen rájátszás, abban mindenképp be kell kerülni, és utána pedig a legjobb 4-be, úgyhogy megvannak a célok, és bízom benne, hogy el fogjuk tudni ezeket a célokat érni a kemény munkával. Indulás előtt a mester azt mondta, hogy Magyarországról 2 játékos szeretne magával vinni, ahogy mondtad, a légiós keret kitelt, vagyis biztosan egyedül kell magyarként részt venned ebben a szezonban, igaz? Mármint a pályán. A pályán igen, magyar, egyedül vagyok magyar az egész bajnokságban, de ez nem okoz problémát, angolul tudok kommunikálni a társakkal, próbálom tanulni a helyi nyelvet is, úgyhogy az egy kicsit nehézkesen megy még, de próbálom képezni magam, tanulni, hogy minél könnyebben tudjuk megérteni magunkat a pályán. Egyelőre a szezon végéig szerződtél, pontosan úgy, mint a trénered. El tudod-e képzelni, hogyha jól megy minden, akkor hosszabbíts, vagy utána mindenképpen a Reac következhet? Így van, az a szerződés az a szezon végéig szól, nem szeretnék tervezgetni. Az a célom, hogy minden edzésen a maximumot nyújtsak, és akkor meglátjuk. Nagyon szívesen maradnék kint természetesen, de ez nagyban függ attól, hogy szerepel a csapat, hogy szerepelek én. Úgyhogy azt mondom, hogy az a legfontosabb tényleg, hogy a kemény munkát elvégezzem, és később meg majd meglátjuk, hogy mit hoz az élet. Simon, én azt mondom, hogy trópusi esővel egyező mennyiségű gólokat, gólözönt kívánunk neked. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Szia! Nagyon szépen köszönöm az érdeklődést. Szia!